Közel egy hónapja, április 30-a óta nem dolgoznak a munkások a szekszárdi Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelő építésén. Ács Rezső, a város polgármestere ugyanis akkor állította le ideiglenesen a kivitelezést, mert a környéken élők közül néhányan tiltakoztak. Azt mondták, a beruházás felszámolná a házuk előtti zöld felületet. Az ügy rendezése érdekében május 14-én Ács Rezső az Éjjel Szekszárd frakció tagjaival egyeztetett. Akkor Zaják Rita, az Éjjel Szekszárd képviselője azt mondta, szerinte két másik lehetséges helyszínt is érdemes lenne megvizsgálni. Ezek közül az egyik a Május 1 utca végén található. Itt viszont nem biztos, hogy elfér a mostani tervek alapján épülő rendelő. Zaják Rita szerint az Aliszka és az Aljende utcák közötti füves területen is helyet kaphatna az épület, ott viszont nincs megfelelő út, ezért az ottani építkezés még legalább 30 millió forinttal drágább lenne. Nem mondom, hogy bármelyik jó megoldás lenne, hiszen 16-ban én voltam az, aki azt mondtam, hogy ne legyen zöldmezős beruházás a rendelő kapcsán. Akkor is azt javasoltam, hogy nézzünk olyan épületet, amit átépítve, felújítva, a zöld területeket békén hagyva tud megvalósulni a rendelő. Erre viszont most a Szabó Dezső utcába tervezett rendelő esetében nincs lehetőség, mert az épület 80 millió forintos építési költsége részben uniós forrásból valósulna meg. Az uniós pályázati kiírás szerint pedig a teljes ár maximum 200%-a fordítható ingatlan vételre. Akkor Ács Rezső azt mondta, ha most kezdenek el új helyszínt keresni, könnyen előfordulhat, hogy az önkormányzat elbukja a pénzt, mivel az Éjjel Szekszárd képviselői által kinézett helyszíneket kezdésként először építési területté kell nyilvánítani, majd ezután az egész engedélyeztetést előről kezdeni, ami akár évekig is tarthat. Ács Rezső azt mondta, azt, hogy a Szabó Dezső és a Béri Balog utcák találkozásánál épüljön a rendelő, idén februárban a kizárólag az Éjjel Szekszárd tagjaiból álló Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megszavazta. Így minden feltétel rendelkezésre állt. 8,5 millió forint hiányzott a teljes kivitelezéshez. Erről a 8,5 millió forintról viszont már az új közgyűlés Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hozott döntést, még a vészhelyzet kiirdetése előtt 2020. február 10-én. És annak tudatában, hogy ez melyik helyszínen pontosan hol fog megvalósulni, döntött úgy, hogy a projektet elengedi, a pénzt hozzá biztosítja, ott még lett volna lehetőség azt mondani, hogy köszönjük szépen, de nem így szeretnénk, és akkor lehetjük az egész folyamatot, de nem így történt, hanem a pénzt adta hozzá, a projektet elengedte, engem pedig kötelezett a szerződés aláírására. Most úgy tesz mindenki, mintha a polgármester ragaszkodna itt egyedül a helyszínen, és ő döntött volna ebben a kérdésben, nem, ez még a vészhelyzet előtti közülési vagy bizottsági döntés volt. A nyilvános egyeztetésen Bomba Gábor az Éjjel Szekszárd frakció és az Önkormányzat Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának elnöke azt mondta, hogy szerinte az új terület kiválasztása mellett az is megoldás lehetne, ha az önkormányzat megállapodna a tervezett rendelő melletti 30 lakásos panelház lakóival. Ez viszont valószínűleg újabb költségeket jelentene a városnak. Megállapodni a lakókkal természetesen, vagy abban, hogy legyen ott a rendelő, vagy mivel őtőlük elvesz ez a dolog valamit, úgy érzik, hogy elvesz valamit, akkor valami olyan megállapodás szülessen, hogy őket valamilyen szinten kárpótolni azzal, ami elveszett. Ács Rezső erre azt mondta, korábban a környéken lakók többsége aláírásával is támogatta az orvosi rendelő építését, ami illeszkedik abba a 2015-ben elindított önkormányzati programba, ami során az alapegészségügyi ellátást fejlesztik Szekszárdon. Az elmúlt években az önkormányzat szisztematikusan építette és újította fel az orvosi rendelőket, így aztán a Mikes utcától a Kölcsei lakótelep, Vígan tér és Kanda utcai orvosi rendelők megújításra kerültek, és az alapegészségügyi ellátás fejlesztését szeretnénk tovább folytatni, ezzel azt elérni, hogy minden körzetben főállású orvos legyen, és minden körzetben töltése kerüljön. Ennek a gondolatmenetnek a jegyében épülne meg, és már ott zajlik is a munka tulajdonképpen a BM Klub helyén az ügyeleti központ, illetve következő lépés lenne a Szabó Dezső utcai orvosi rendelőnek a megépítése. Itt 4500 betegnek a jogos igénye áll szemben egy 20-25 fős ottakók csoportjával szemben. Az egyeztetés végén a város polgármestere és az Éjjel Szekszárd képviselői abban állapodtak meg, hogy az orvosi rendelő építése egyelőre nem folytatódik, az önkormányzat pedig megvizsgálja a szóba került másik két helyszínt is.
Ezek a felvételek már május 20-án az Aliszka és az Allende utcák közötti Füves Közparknál készültek. Ez az egyik helyszín, ahol a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelőt meg lehetne építeni, az ilyen Szexárd frakció tagjai szerint. Ács Rezső, a város polgármestere, a helyszínen tartott sajtótájékoztatót, a területet előtte a város főépítésze is megvizsgálta. Szerinte a mostani tervek alapján és a rendelkezésre álló pénzből nem lehetne az orvosi rendelőt itt megépíteni. Az Aliszka és a Zajende között egy jelentős közmű fekszik a talajban, amit ugye ki kéne váltani, védőtávolságot betartani, illetve jelentős mértékű útépítéssel is járna, és jelentős mértékű szintkülönbség is van. Az, hogy akadálymentes legyen nem csak az épületen belül, hanem akkor megközelíthetősége is, ez jelentős mértékben megnehezíti a lehetséges beruházás megvalósítását. Régebben itt egy parkolót akartak, nem épületet, egy parkolót, azt sem engedte a hatóság egyébként, pont a közművek miatt. 40 centi átmérő víznyomó cső van a talajban, ennek pedig 5 méteres védőtávolsága van, tehát eleve beszűkülnek a lehetőségeink. Erre a területre tehát Ács Rezső szerint több 10 millió forinttal többet kellene költeni a rendelő eredetileg tervezett 80 milliós áránál. A városi főépítés szerint hasonló a helyzet az Éjjel-Szekszárd tagjai által javasolt másik helyszínnel is, a Május 1 utcában. Ott is építési területté kell minősítetni a közparkot, majd új terveket készítetni, és az egész engedélyezhetési folyamatot előről kezdeni. Ez akár évekig is tarthat. Ráadásul ott járdát is kellene építeni, ami szintén jelentősen növelné a költségeket, és ugyanúgy egy parkban épülne, vagyis sérülne a zöld felület. Ács Rezső szerint ezek átgondolatlan javaslatok. Bármelyik megoldást is választja a város, mindenféleképpen a területet rá kell minősíteni, épületet rá kell tervezni, tehát jelentős mértékben megnő az időszükséglete ennek a projektnek, és hát a költségek is jelentős mértékben nőnek, mert itt például az út csatlakozás az körülbelül 30 millió forintot dobta volna meg, vagy dobná meg a költségeket, és ugye gyakorlatilag még elvérne 500 négyzetméter zöld felületet is. A terepbejáráson az Éjjel-Szekszárd frakció több képviselője is részt vett, és felmerült egy újabb helyszín is. Zaják Rita szerint az önkormányzatnak egy Dobó utcai családi házat kellene megvennie és átalakítani rendelővé. Azt még nem tudják, hogy a Dobó utcában támogatnák-e a helyiek, hogy rendelő épüljön. Hirtelen jött ötlet volt, ott még nem kérdeztük meg, az egy kis utca, egyébként néhány ház van az utcában, egy rövid utca, meg fogjuk kérdezni, hogyha erre sor kerül. Most addig nem látom értelmét, amíg a forrás erre nem tud előteremtődni. Ács Rezső szerint vélhetően ez a javaslat is több 10 milliós plusz költséget jelent. Az eredeti helyszínen a Szabó Dezső utcában közben a kormányhivatal vizsgálódik, mert a lakók állítása szerint fekete rigók fészkelnek az építési területen. A fekete rigót hazánk öt leggyakoribb madárfajt között tartják számon, populációja az 1 millió fészkelő párt is meghaladja az országban, és ha kirepülnek a fiókáik, gond nélkül arrébb költöznek, mert a szakértő szerint az énekes madarak nem költöznek kétszer ugyanabba a fészekbe. Ha úgy teszik fel a kérdés, hogy a fekete rigó öngyilkos lesz-e akkor, hogyha ezt a fát kivágják, és ez a pár soha többet nem tud szaporodni, erre nagyon 1000% tudom mondani azt, hogy nem, mert hogy akkor fog találni 12, 24, 36 méterrel arrébb egy megfelelő helyszínt. A hetek óta tartó ügy végére úgy tűnik május 22-én pénteken került sor. Ács Rezső szokásos hétértékelőjén ugyanis ekkor jelentette be, hogy az önkormányzat állásfoglalást kért a Magyar Államkincstártól, azzal kapcsolatban, hogy át lehet-e helyezni az épületet máshova, anélkül, hogy a város elbukne az állami és uniós támogatást. Egyértelműen leírták, hogy ennek a beruházásnak az áttétele más helyszínre az nem lehetséges, mert akkor vissza kell vonni a pályázatot és újra indítani az egészet, ez pedig azt jelenti, hogy a következő 3-4 évben nem fog megvalósulni a beruházás. Hogyha áttesszük más helyszínre, akkor is a finanszírozóknak, mint a miniszterelnökség vagy éppen a pénzügyminisztérium a támogatásnak a módosításához az ő hozzájárulásuk kell. Ács Rezső szerint ez azt jelenti, hogy többé már nem kérdés, hol épüljön orvosi rendelő Szekszárdon. Legfeljebb már csak az lehet vita tárgya, hogy megvalósuljon vagy ne valósuljon meg a 4500 helyi egészségügyi alapellátását korszerűsítő beruházás. A polgármester úgy látja, hogy politikai ellenfelei nem érdekeltek a szekszárdi egészségügyi fejlesztések megvalósításában, és mindent meg is tesznek azért, hogy ellehetetlenítsék 4500 ember egészségügyi alapellátásának korszerűvé tételét, csak azért, mert ezt a projektet korábban a Fidesz indított el, és ebből is megpróbálnak politikai tőkét kovácsolni egyéb ötleteikkel együtt.